Üdvözlet, remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon. Üdvözlet mindenkinek, ezt gyorsan meg akartam mutatni ezt a két rövid videót, ez az első, ez Call of Duty, Körülbelül 5 évvel ezelőtt töltötték föl, és én azért találtam különösen érdekesnek, mert nyilván ez nem újdonság, hogy a számítógépes játékokban vannak ezek a robotok, amiket az emberek irányítanak. Ez esetben például van ez a robot kutya, amit a játékos irányít a játékban ez az, és ennek segítségével ugye csak így semmisíteni, megsemmisíti az ellenfeleit könnyű szerrel, azok nem is nagyon tudnak mit csinálni, szóval ez elég nagy előny. És ráadásul ugye ott sem kell lennie a játékosnak, ugye most ez úttal a játékról van szó, szóval a védelemből tudja irányítani távirányításra ezt a jószágot. Ez egy robot volt persze. Nyilván a játékban, hogyha elpusztul az a robot, akkor elveszít egy életet a játékos, de most el tudjuk képzelni azt a szituációt, hogy valaki ül egy irodában, és akkor onnan a kamerák, meg a távirányítás elektronika segítségével irányítja ezt a robotot, és akkor közben öl megfele mindenkit, akit csak tud. Ez itt válik igazán érdekessé, hiszen ez már a valóság, és léteznek ezek a robotok, amelyek, mint például ez is most már, ugye először csak egy ilyen kutyaforma volt, ami járőrözött egy kamerával a hátán, de mára ez a gépfegyver valamilyen úton módon rákerült, és ez már gyakorlat, ahol különböző céltáblákra, meg célpontokra vadásznak. És feltételezem, hogy ez úgy megy, ahogy, ahogy az előbb vázoltam, hogy valaki nézi a kamerát, és azt a képet, amit rögzít, vagy illetve küld innen ettől a robottól a Számítógép, és aztán, mint ahogy itt is most vezérli ezt a szerkezetet, és akkor hát valahonnan biztonságból lehetséges ezt irányítani és felhasználni különböző hartászati vagy akár rendvédelmi célokra is. Érdemes szerintem mindenkinek elgondolkodni azon az eshetőségen, ahogyan most áll a helyzet és fogy az élelmiszer, meg mi egymás. Könnyen eljöhet az az időszak, hogy a rendvédelmi szerveknek erősítése lesz szüksége is, ez tökéletes, hiszen ez nem kér enni, ha elromlik, csak egyszerűen megcsinálják napi 24 órában, képes járőrözni, nem fárad el, annyira nem is kényes, mint egy ember, hiszen nem kell foglalkozni a társadalom biztosítással, a sérülésekkel, a betegséggel, a kimerültséggel, az, hogy végrehajtja-e a parancsot, vagy nem. Én könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy ez a jövő mindenképpen. És hogyha mi ezt nézegetjük, ezt a primitív szerkezetet, akkor el tudom képzelni, hogy mi az, ami rendelkezésükre áll. Péncentrum.hu arról számol be, hogy őrült toborzásba kezdett a magyar rendőrség. Szinte bárki jelentkezhet, itt a pontos bértáblát is meg lehet nézni. Hát azt kétlem, hogy eddig olyan magas. Elvárások voltak, legalábbis nem az a kép alakult ki a rendőrségről úgy a történelem során, hogy, hogy annyira megszűrték azt, hogy ki az, aki oda jelentkezett. De ezek szerint ez most még inkább jellemző lesz, hogy a lécet alacsonyabbra helyezték. Sőt, 2020-tól, szóval 31 júliusra júliusban lehetett jelentkezni, 2020-ban egy új rendszer indult be, ahol 10 hónapos kiképzés alatt illetmény is jár a leendő rendőröknek. Azt hiszem, hogy újabb jel, ami abba az irányban mutat, hogy ők igenis készülnek arra, ami készültek már régen is, arra, ami most kezd megvalósulni. Ha megnézzük, hogy világszerte mi történik, akkor ez például a Travelo.hu, Kínában járőrözik ez az első robotrendőr, és most persze ez egy ilyen nevetséges dolog, legalábbis kinézetre, mert hát ezt megcsinálhatták volna akárhogy. Azonban látjuk azt, hogy ez a jelenség már elkezdődött, és szépen lassan az emberek azt hiszem, hogy hozzá is fognak ehhez szokni. Nem csak Kínában, de most a legújabb hír az, hogy a koreai rendőrség is robotokat szeretne alkalmazni. Ja, és azt írják, hogy a dél koreai rendőrség mintha a legrosszabbra készülne. A legújabb terveik szerint 30 éven belül robot járőrkutyákat és testet erősítő erőpáncélokat vetnének be. Ugye ez az a páncélzat, amiről beszél, ez egy ilyen külső váz, ami erősíti majd a viselői. Most nyilván 2050-ig nem hinném, hogy van idő, Azonban ez az ő elképzelésük, szerintem ez sokkal hamarabb elkezd majd megvalósulni. Ha megyünk tovább, híradó.hu-n mm, arról írnak, hogy Ausztráliában robotnyomozóval bővült a bomba elhárító részleg. Ez, ez mind idei, egy hónapon belüli hírek. Itt látható ez a kutya, vagy nem is tudom, hát kutya, hát úgy néz ki, mint egy kutya, de egy ilyen kígyó feje van, vagy nyaka, és akkor azzal tud még így egy ilyen szájformával manipulálni. De ez lényegében ugyanaz amit láthattunk, azt hiszem ebben a videóban, és ez a, vid ez a, ez a videó, amit néztünk, ahol lövöldöz, ez a kutya, ez pedig a valóság, ami Ausztráliában megy, illetve erre készül nagyjából az összes fejlett ország, de szerintem a világon mindenhol máshol. Ez az a nyak meg fej dolog. Egyébként fenomenális szerintem, úgy értem, hogy rengeteg célra én el tudnám képzelni, hogy hasznos lenne. Most az csak egy, egy sajnálatos tény, hogy arra használják, amire használják, az pedig az, hogy az embereket még inkább kontroll alá szorítsák. Ezt szerettem volna megmutatni ezeket a rövid videókat, hogy értse mindenki azt, hogy hány óra, meg mi az, ami várható a jövőben, és én nem azt akarom mondani, hogy Magyarországon majd ilyen robotkutyákkal fogják lőni a tömeget, csak pusztán az, hogy, hogy megy ez a felkészülés a háttérben, illetve hát most már annyira nem is a háttérben, és az egyértelműen az kell, hogy jelentse, hogy valami történik, illetve történni fog. Köszönöm a figyelmet, és hamarosan folytatjuk. Üdvözlet, remélem hasznosnak találod ezt a videót, és amennyiben igen, az infobubble.hu weboldalon számos ilyen, és ehhez hasonló tartalmat találsz. Arra kérlek, hogy oszd meg ezt a videót, és lájkold, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet, és találkozunk az infobubble.hu weboldalon.